A ló például kitartóan hat a tanulásba és a munkába, és érdekes módon a hölgyek párkapcsolatára is, mert bevonza, és az évek hosszú sor alatt ez tapasztalat, hogy jöttek vissza a különböző kis hölgyek, és mondtak meg boldogan, hogy az is segített. Persze szobrokkal is tudjuk támogatni a boldogságunkat, de az már még alátámasztott tény, hogy a páros állatos szobrok vannak nagyon jó hatással, tehát lehet az delfin, elsősorban a delfinről szól ez a tudomány, de ugyanakkor bármilyen képet, szobrot, tárgyat kitehetünk, ami páros. És valóban jó hatása van. De hogyha a saját szerelmünkkel készített fotót rakjuk ki, az is nagyon jó. Mert az is megerősíti, nem csak megerősíti, hanem még sokkal tartósabbá is teheti a kapcsolatot. Erre is volt már példa a 10 év fennállása során, hivatalosan működik. Úgyhogy... És az sem mindegy, hogy hova teszi az ember a lakásban? Természetesen nem, mert amit az európai tudósok csak mostanában, amire mostanában jöttek rá, arra a kínaiak több ezer éve rájöttek, hogy körülöttünk is van energia. És ha a körülöttünk lévő energiával okosan bánunk, akkor természetesen az meghálálja önmagát. Tehát nem mindegy, mert vannak területek, amelyekre érdemes tenni. Persze, ha még nem vagyunk ebbe a tudományba jártasak, akkor lehet a megérzéseinkre hallgatni. A megérzések, az ösztönök, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát a kínaiak is arra appelláltak. Tehát a megérzésekre, az ösztönökre. És hogyha arra hallgatunk, akkor lehet úgy is elhelyezni. De ha jártasabbak akarunk lenni, akkor érdemes a szakértőt is megkérdezni, hogy mely terület, mert ez már egy kicsit bonyolultabb. Meg 9 terület van, és például van párkapcsolatos terület is, a hölgyek és a magányos urak részére is bátran mondhatom, hogy azokat meg lehet erősíteni. Ha hiszünk benne, ha nem. De ha hiszünk benne, akkor az még jobb. Mert akinek nem csak az energiára appelláltak, hanem a tudatunkra is. Tehát minél tudatosabban helyezünk el tárgyakat, és minél tudatosabban nézünk egy tárgyra, és akár egy szerelmes képre, ahol egy szerelmeket ábrázol egy kép, annál inkább fog hatni. Mert ugye, hogy alakítjuk az életünket, tudattal, gondolattal és cselekedettel.